1-2. Nem. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a Vég és Nosztalgia csoportnak az első találkozója, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Ilyen sokan lányok főleg, jöhettek volna a fiúk többen, de még jönnek egyébként jelezték. És a mai esten egy... De két részben áll a mai est. Az első részben Ferenc és Anyi bácsi, aki egy nagyon aktív helytörténész, és mindannyian ismeritek, én nemrég ismerkedtem meg vele. Egy olyan vetítést fog nekünk bemutatni, ilyen volt, ilyen lett. Nagyon sok békési fotót készített, rengeteg dolgok, például itt van a körös, meglátjuk, hogy akkor hogy nézett ki, most hogy fog kinézni, és ez egy körülbelül egy olyan 45 perc és 1 óra közötti időtartamra várható. A következőben pedig én összegyűjtöttem ebből a nem tudom hány ezer fotóból, amit föltettetek, föltettünk a Nosztalgia csoportnak a honlapjára, vagy a Facebook oldalára, és ebből szemezgettem. Nem tudtam mindenkinek megfelelni, ezért igazából két csapás irányt választottam. Az egyik az a köröspart, a másik a strand, meg még egy-két dolgot, és én ezeket levetíteném, és utána pedig szabadon választok olyan képeket nézni, amilyet szeretnétek, vagy amiről tudok beszélgetni. Én a mai estén mindenkinek jó szórakozást, és köszönöm, hogy eljöttem. Köszönöm szépen! Tiszteltes kérdés, hogy minél kevesebb vagy beszélni, annál jobban tudjuk fölviszik ezt tévéfilmre, hogy inkább a P-hangom, és utána majd elbeszélgetni. Kezdem azzal, hogy ugye Békésen ez a megyek, most itt látom mind a két képen, ez már régi nevén Nagy Csatorna, mai nevén Kettős Körös folyó. Na most itt a bal oldalsó képen még nincsen befejezve a régi vashíd, ahol elnevezték a Békésiet, és itt még a pilléreknek a burkolata nincsen készen, de már a felépítői teljesen kész van. Jobb oldal pedig a új hídról lett lefotózva. Ez ugye közel van 100-110 év közötti időszakot ölel magába két-két. Na a legfrissebbek sem annyira frissek, mert azok is már 8-10 évesek. És azért is akarnánk úgy bemutatni, hogy lehessen különbséget tenni. Itt van készen, amikor elkészült a híd, ugye ez négy hívvel készült el. Itt pedig az új híd távlati képe. Tehát ez már előre feszített vasbeton gerendákon van elkészítve. Megemelkedett ugye a magassága is neki, mert meg kellett emelni időközben, ugye az első képen látjuk ezt a törődés szakaszokat, mert ahogy itt lecsendesül a víz, úgy szépen és visszatúzasztás már Tisza felől, akkor nem tudta befogadni a teljes vízmennyiséget. Hát nem tudom, itt még jobb oldalt mutat, hogy egy közelebbi képet is róla. Ez az új híd már. Itt pedig a hídról az az első elkészült vízátemelő berendezés, szivattyútelep megmondjuk, ugye? Ahol még a mostani gépek, amit megtaláltok benne, több mint 100 évesek, de még mindig működőképesek. Jó, bal oldalsó képőből a ma úgy ismeri mindenki, hogy Nezgép. Bocs. Úgy ismeri mindenki, hogy Nezgé, tehát a régi gazdasági iskola. Úgy látszik, mindegyik meg kell fordítani. Meg kell ki gyakorlati oktatásra. A Farkas Gyula látható a kép jobb oldalán, aki később a iskola igazgatója is lett. Ez pedig, azt mondtam, ez a jobb oldalsa, ez ilyen kölcsönkért, hogy itt hogy van ez, hogy mindig előre megy a kép csak. Igen. Amelyik
mostani képen is megjelent egy pillanatra, de el is lépett tovább. Ezért nem szeretem a kölcsönkép gépeket. Ez pedig a hosszúfoki hármentesült társulatnak a palotája. Másik oldalról. Az előbb ugye néztük, megpróbálom én most, és ha úgy hiszem, akkor